A magyarországi szarvasmarha létszám évek óta folyamatosan emelkedik, és lassan eléri a 900 ezer darabot. Az ágazat 280 milliárd forintos bevételt termel évente, de a tenyésztés fele élő állatként hagyja el az országot, nem pedig hús formájában, ami nagyobb bevételt jelenthetne. Megjelent ugyanakkor egy új ellenfél is a piacon, már magyarországi gyorséttermekben is kapható a műhús. Ekkora negatív reklámot a húsnak szerintem nem kellene tenni. Mi igyekezni fogunk egyébként a Szarvasmarha Tenyésztők Szövetségében, aminek a Magyar Tarka Egyesület is tagja, a következő omékon, ugye szeptember vége, minden erőnkkel küzdeni a negatív kampány ellen. Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár az Észak- és Nyugat-Európában már érezhető környezetvédelemmel kapcsolatos fogyasztói trendekre hívta fel a figyelmet. Az állattartásnak a környezeti lábnyoma az viszonylag negatív megítélés alá helyezi magukat a termékeket is. Tehát ha azt halljuk, hogy egy steaknek a vízlábnyoma a legnagyobb az élelmiszerek között, ha azt halljuk, hogy a mezőgazdasági állattartás a levegő szennyeződéshez, az ammónia kibocsátásra milyen jelentősen járul hozzá, akkor ennek Németországban vagy a skandináv államokban már konkrét, a piacon érezhető következménye van, kevesebb húst vásárolnak. Ezeket a trendeket már most figyelemmel kell kísérni, és átvenni azokat a jó gyakorlatokat, amivel a hazai termékek is megfelelhetnek az elvárásoknak, mondta a helyettes államtitkár. A magyar tarka állomány közben folyamatosan nő, és a gondos tenyésztésnek köszönhetően mutatói is javulnak. Így Bonyhád mind büszkébb lehet erre a tájfajtára, amire legnagyobb városi rendezvénye is épül, ilyenkor ünnepelnek meg több nemzetközi kapcsolatot is. Jubileumot ülünk, Vernauval 30, Borszékkel pedig 5 éves testvérvárosi kapcsolat fűz minket össze, és ebből az alkalomból egy szerződés megerősítésre is sor kerül ünnepi testületi ülés keretében. Várjuk tehát a delegációkat ma este, és folyamatosan érkeznek majd hozzánk. Egyébként valamennyi testvértelepülésünkről, hogy együtt közösen ünnepeljünk.